A magyar kultúra városában a tehetséggondozás az egyik fő mozgatórugó. A Város Közművelődési Intézménye az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló tehetséggondozó programot szervezett általános és középiskolások számára. A produktumok, amik létrejöttek, azoknak is az egyre gyarapodó száma és a sok-sok bemutatkozási lehetőség egyfajta visszajelzés volt számunkra, hogy jó és helyes volt ezt a programot elindítani. Természetesen ehhez nagyon sok ember közös munkája kellett, úgy a szakmai vezetőké, mint a támogató szülőké, a támogató intézményvezető kollégáké, és hát a projekt hátterében dolgozó munkatársaké is. Három csoportban tevékenykedtek a diákok és a tanárok. A Szavak ereje csoport a mindennapi kommunikáció és a dramatikus játék témaköréhez kötődött. A Képi Látás Művészete csoport a kamerák optikája mögül örökítette meg mindazt, amit rohanó világunkban szinte észre sem veszünk. Az Alkotás Öröme csoport a helyi hagyományokat választotta témájául, melyet az irodalom, a természeti környezet váltott fel. Petőfinek a nemzeti dala, ami felbolygatta még a nemzetünket is, elfér két A4-es papíron. Nekünk, amikor a gondolatainkat akarjuk kifejezni, akkor anyagokra, eszközökre van szükség. És a pályázat segítségével sikerült művészeknek szánt anyagokkal megismertetni őket. Ha ez a program nem is lett volna ilyen érdekes tartalmilag, a gyerekek számára akkor is nagyon nagy élményt nyújthatott volna maga azoknak a csodálatos anyagoknak, eszközöknek a használata, amire lehetőségük nyílt. Az Újbástya Rendezvénycentrumban kiállítást rendeztek a másfél éve tartó program munkáiból. A projekt hivatalos zárása február 23-án lesz.